1990 előtt mi közép-európaiak, erdélyi magyarok csak remélni mertük, hogy nekünk is lesz szavazati jogunk, lesz választási lehetőségünk. 1990 elhozta nekünk is azt a lehetőséget, hogy beleszólhatunk a közügyekbe, beleszólhatunk sorsunk alakulásába. Nagyon fontos az, hogy minden magyar ember, minden romániai magyar ember, minden erdélyi magyar ember éljen szavazati jogával, és szóljon bele a közügyeinek, az ügyeinek az alakulásába. Sokszor úgy érezzük, hogy nem érdemes, sokszor úgy érezzük, hogy nem tudunk igazán beleszólni az ügyek alakulásába. Én mégis azt mondom, hogy a szavazati jog, a választáson való részvétel az igazi lehetőség arra, hogy befolyásoljuk sorsunk alakulását. Ha sok magyar ember elmegy december 11-én és él szavazati jogával, akkor erős lesz a magyar érdekképviselet Bukarestben, akkor bele tudunk szólni abba, hogy hogyan is nézzenek ki a magyar ügyek Romániában. Ha erős a magyar érdekképviselet, ha erős az erdélyi magyarság, az erősíti Magyarországot is. Mi egymásra vagyunk utalva. Nem képzelhető el erős Magyarország, erős határon túli magyarság nélkül, és nem képzelhető el erős határon túli magyarság, erős Magyarország nélkül.